left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll be right back.
yabán. Nem tudom, hogy csinálják az meg. Az, hogyha mehetünk amúgy. Várjam. De szerinted megéri sárgát nyomni? Persze, sárga. Let's go, sárga. Várjam, van benyomva nekem? Van az. Rád nyomok le a briszt is majd amúgy. Nem, szerintem ide éri a briszt is amúgy. Nincs a szám, hogyha semmire ja, túl. Visszamzik valaki. Abba, a szegény. Hello. Mondd meg én. Ja, én nem tudom miért. A Windows update óta úgy megint elkezdtem visszamhozni. Miért? Miért? Na, szóri kellettünk. A Windows update. Ezt a Windows update-ot hallottam. Maradjál amúgy te is ezt, ezt a kifogást mondtad a dolog, jó? Pont azért lepődtem meg, hogy te is ezt használod. Nyomtam izét. Fölmehetünk. Jó, oké, akkor... Zsak. Erre blokkolsz, jó van. Blokkolnálak. Köszönjük el se. Amúgy elvileg a boss nagyon sok idő megidézni amúgy, mert elvileg valami 2 egész valahány, nem, 1 óra 40 percenként esik, azt hiszem boss izé. Vagy valahogy így. Akkor... Á, nem emlékszem már. Nem fogjuk nagyon lehívogatni, én úgy érzem. Igen, a lényeg, hogy nem gyakran droppol, egy gyor. Tessék, tessék. Ah, az izéval lenne ilyen lakkom amúgy. Potipiszekkel? Jaj, hagyjad már a potipiszt. Kettőt már megkaptál belőle, szóval elhallgassam. Ja, igen, csak kettőt, igen. Csak kettőt érted nekem, aki kellett farmolnom. I guess sex to be you. I guess fuck you. Tessék, ott van a második orv. A tényleg? Mennyi kell amúgy? 4? 4 vagy 5 szerintem, általában ennyi szokat kell lenni. Meg elvileg mondom, hogy nagyon nagy izéje amúgy neki. Tehát nagyon ritkán esik elvileg. Hát figyelj. Itt vagyunk 2 perce. És 2 hát szerencse tudod. Ja, hát igen. Hogyha mindjárt a harmadik, figyelj. Én nem bánom, hogyha kijön amúgy. Egy boss esetleg. Nem tudom mit tud a boss, szóval. Én sem. Szóval azért mondom, hogy nem bánom. Majd nézzük, hát a droppó valami jót. Elvileg amúgy tényleg néztem a statisztikákat, és tényleg óránként körülbelül 2x-ernek kell kijönni egyébként. Elméletek most már azt meg tudjuk ütni. De mégis csak ide mind a 280 alatt vagyunk most már. Nekem elvileg nincs egyébként még elég damage-em erre a helyre. Kell ott hozzám meg a másik Godenre is, és akkor lesz elég damage-em. A táblázat szerint. Mondod. Most hogy jó. Nekem talán van most már annyi damage-em ahhoz. Normálisan legyen. Úgy mondta, hogy még izé, az orkhoz nincs elég AP-m. Ugye ahhoz még kell lenni. Jó annyi kell orkhoz, mint a... Itt egy tele csomó mobot, az megvan? Arrébb húztam ide őket se. Ja, majd meg itt volt rajtam. Ja, gyere. Akkor kicsit visszafúzom őt. Azt hittem, hogy te is jössz. Nem szóltál. Jó. Későn vettem észre. Ez egy man meg kell. Mondta a bölcsember, vagy megfogom. Távol úgy szokott az menni, nem? Nem tudom, nem vagyok bölcsemben. De se?
Ja, és még élek, vagy? Ennyi. Na, hát egy hang vagy még egy orbot adni. Köszönöm, hogy hang lenne. Talán húzzuk már tovább. Jó. Jó van, húzzál még csak. Valami esik a mennyezetről folyamatosan rám. Nagyon skillis húszaga van. Sziszat. Annyit tudok mondani. Várjál, hosszú kéne ezeket húzni. Azt mondjuk, hogy utoljára voltunk itt, hát nagyon under gear voltunk, az biztos. Hát jó. Most jött még egy jó, ja nem, ez itt volt mindig. Jaj, ez itt volt. Lehet, hogy így azt a hármost össze tudjuk húzni, nem? Nem tudom, igazából pingom. Figyelj, te kettőt össze. Te ezért a matkával kettőt össze tudsz húzni. Meg én mondjuk még egy grupot összehúzok, akkor szerintem össze fog az jönni. Ah, úgy, úgy lehet egyébként kijön, igen. Hogyan állsz a Fallen-gattal? Hát nagyon nem izadtam vele meg amúgy, mert most ugye oda erre farbolom a pénzt. De gyűjt, rakom félre a kafrákat, ami nem kell másokat számolgattam, hogy valami 400 kafra kell, azt hiszem. De jó, megy valakinek basszom nyugodt. Nem tudom, hogy szerintem most... Ja, a csíra legalább kafrát adom. Nem sokat, de valamennyit adom. Nézd, hogy jó, de lehet. A múltkor kiszedtem 90-et, azt hiszem belőle egy óra alatt. Ez igen. Hát én nem kafrát, bocsánat, ugye Spirit Dust-et, ami 20 kafra körülbelül. Hát még az is jobb, mint a semmi érted. Persze, persze, hát szépen gyűlik. Az a lényeg. Kéne mondani még egy órát grindolni valahova. Behúzom a másik csoportot is közben, gyere kicsit arra. Hát kéne mondani még egy órát grindolni valahova csak. Most a geci vagyok. Annyi egy órát serek van az. Jaja, azon gondolkodtam serekon. Legalább pénzben nem nyomtam a griszt. Már nyomtam. Nekem be van nyomva mindig. Az legalább jó. Mennyit rastélem, hogy óránként kiszednünk? Nem tudom, nem néztem, emlékszem. Akkor megnézem gyorsan. Hogy gyorsan nézzél rá. Amikor legutóbb itt voltam, akkor ezek a szarok meg sebeztek ki amúgy ránk. Ugye? De valami nagyon brutálisokat damage-eltek. És konkrétan megint ezért buff nélkül vagyok és semmi. Grind tracker, ó, nem global grind kell. Jó, oké, hogyha back of a... szóval back attack-olnak, akkor még damage-elnek az ő. Hol vagyunk mi? Abaddon Monastery, ugye? Yeah. Abaddon Monastery... Hát elvileg 15.000 trash-nek kéne kijönnie egy óra alatt, annyit most megmondom, hogy nem fogunk kiszedni szerintem. Amikor ki tudunk szedni egy ilyen 9-10k környékét szerintem az már jó. Figyeljük, most vagyunk 1004-nél. 10 percet csináljuk, szóval, lassan. Tehát én vagy, ha esetleg oda tudok jönni hozzád, ez kurva jó lenne, vagy ilyesmi. Szerintem egy 10.000 trash-t bőven meg fogjuk ütni.
Jó lenne amúgy, akkor rövő persze 3-hoz összehúzni. Hát nem a 3-ra gondoltam, hanem amikor lent van 3, ugye? Jaj, arra a 3. Igen, ja, igen. Szállod is, sőt. Tehát a szállod is össze tudjuk nézni. Ja, nagyjából. Jó van, de hát mégis a kellemesebb az izé. A lenti 3-ot összehúzni. Jaj, az mondjuk ötközőben a lenti 3. Ja. Ez a három is oldal összejött. Ja, csak a jó oldalát. Azok nem nagyon akarnak amúgy ide a brúzat. Szerintem húzz ide őket. Ha, itt jó lesz, itt jó lesz. Ide összehúzzuk őket, akkor ez a két csoport is összejön. Lassan dobhatom a mixert. És ma igazán. Elég jó mani egyébként a mixert itt. 400 valahány millás, hanem 500 millás x-et. Valami 450 környéket, akkor lehet egy túl sokat mondunk rá. De akkor is ingyen pénzre kerülünk. Alapvetően egyébként itt nem érné meg amúgy a Grisszal meg sárgával menni. Csak sárgával még megírjam eléggé. De a Grisszal sárgával már annyira nem amúgy. Nagyon látszik a táblázatban. Több viszóthoz képest. Sárgával amúgy elég magasan van még. Aztán negyedik? Vagy ötödik grind spot sárgával? Mondjuk jól. Ja. Hát amúgy... sima kékkel amúgy jobb, mint ork. Sárgával az ork egyel fölé kerül, a Grisszal pedig nagyon elszállt vila az ork. Beszorultam a hülye ízei kerék alá az adom. Nem kicsit gyorsan mentünk. Nem baj. Kicsit több balpént lenne, és egyszerűen alul grindolnánk a helyet. Fena? Nem kicsivel több balpént lenne, és alul grindolnánk az egészet. Igen. Ez fix. Szerintem mindkettő meg lennünk 289 környékkel, akkor szerintem túl is grindolnánk. Biztos, hogy akkor. De rosszat húztam be. Valamelyik mögém teleportált és beszanul. Na hogy? Geci! Józod őket? Aha, csak lesztanod. Tetszik a témeremnek a sebzés ezen a helyen. Csak azért, mert van. Veszek, hogyha túró lenne. Ott is van. Csak nem annyi. Aha. Lassan mehetnék szerintem guyfinezni a guild társaimmal. Ja, bocs. Ha mennyit érnek oda, mennyi HP-t? Hát engem biztos elvisznek már, szerintem így is 281-en. De amúgy egy csomó helyen 285 vagy 291-et kérnek. Ha fiú. Lassad.
Artifacts. Csak tudod, nem mindig akarok, mert tudod, ugye az nekik ugye az legalább egy óra mínusz, vagy kettő óra mínusz, amíg én megtanulom az fotót rendesen, hogy mikor mit kell húznom. Na, mint hogyha egy kicsivel több damage-em lenne mondjuk, hogyha berakok egy olyan artifact szettet, ami ad monster damage-et. Ami már csak azért itt megérni az a Triple X-tár, mert ilyet több AP against monsters van. Meg a holnap plugin. Ha meg nem megy fel, akkor kész. Így jártam. Mert jobb, mint a fegyvered? Hát ugyanaz, igazából. Annyi, hogy az ava fegyveremben van egy szűrni kapra, az ugye. Viszont ugye kevesebb monster AP van benne. Te húzod a messzelé, úgy akartam. Tudom, csak kicsit lemaradtam. Most így váltottam a artifact-szettet, így sokkal jobban ütjük mégiscsak. Akarod outgrindolni a helyet? Nem, csak gondoltam. Kéne egy kis plusz division, úgy voltam vele, tudod. Akkor nyomok el egy nagy buffot, és akkor szerintem fixelnek, megöljük három csapásból. Nézzük meg! Nézzük meg, jó van. Nézzük. Nem tovább nagy buffot. Te is kaptad elég, most olyan vagy, mint egy Duletsz felnyuszi. Rajtam nincsen sok buff. Vagy ez elvileg, elvileg te is kaptad el. All AP 10 vagy ilyesmi, ugye? Ja. Meg ja, én nekem egy csomó speedet is ad. Speedezünk is. Jelenleg a témerem az olyan izét kapott tőle, hogy a skill, ami tart, nem tudom, 3 másodpercig, az fél másodperc alatt megy ki, tehát én. Az több validnak hangzik amúgy. Nekem így is geci, hogy a speedem, szóval. Amit nem akarod idehúzni őket? Nyemsz? Nem. Miért? Jó, hogyha segből ütnek meg, akkor van damage-ük még. Gyere tovább. Jövök. Ne, ha járt a nagy buf. Ez a 3 move miért? Ugye lesz kis buffom. A move nem akart jönni. Amúgy bazd meg... Vissza ezen álljon is egyébként. Geci, megdöglött a lovon. Igen? Aha. Oh. Bro. Ó, közel raktad és megerőszakoltál. Jó. Nincs ilyen újraélesztő szarod? Ez milyen? Tehát egyszer kaptunk egy újraélesztő hitemet, ilyen horse, nem tudom, reset. Nem, az más. Horse. Nem tudom, resurrect, nem tudom. Innen meg van. Nagyon van a kis buffot. Én kombini durac felnyugszi leszünk. Egy jó. Legrosszabb esetőség, mélyt ezek. Annyira sokat nem nyom. Az izé, a trash loot. Ugyan nem, van. Elég könnyű, 0,10-es. Ja, azért. Talán van. A storage. Ó, és ezre fognak elvinni, szóval akkor bőven meg leszünk jó. Még van 4 darab alapjáratom. Húzom távolabbiakat.
Olyan kevés HP-juk van ezeknek amúgy most már. Igen, amit voltunk először, akkor alig akartak meghalni amúgy. Hát, tényleg amúgy egyszer. Azt hiszem, hogy jól rotálom a buffémet egyébként, akkor egész sokáig buff alatt tudok lenni. Nincs egy semmi mindig, ja, hogy 230 ezer karmán van összesen. Nem is állt a karmádra. Hát szerintem még amikor sereken osztom, aztán ott fogyatékoskodott az egyik ember is elkezdtem ja, tögetni. A szokásos tudod. Szerencsére sereken ma nem találkoztam túl sok emberre. Hát én ilyen faszokú emberekkel találkoztam, csak érted, leütöm picsába, aztán ott meg létezik. Nem az, hogy mondjuk szervert vált, vagy valami, semmi, nem akarnak DFS-ezni az emberek. Szóval elsősorban engem ez idegesít nagyon, hogy semmi DFS, csak elküld a büdös picsába, hogy... Megpróbál. Érted, és akkor elkezded leütni, meghagyod az életét, érted, hogy ne essen le a karmod. Konkrétan egy ilyen autót, amit nyitott hadsz benne, és akkor még ott izé ágaskodik neked. Jönne már neked aztán. Zánézel, leütöd a büdös picsába egy sima autóatakkal konkrétan. Felkel a helyben, és hisztizik. Vagy meg tovább grindolni, és engem ez basz fel nagyon durván. Adom meg egy orbot. Amazon. Hol? Oh, tényleg. Akkor lehet nem az orbnak volt a spawnolás olyan ritka, hanem a bossnak, hogy ezt tartott, és végre nem megidézték a boss. Bosszolom. Hát most így jobban tudjuk ütni így azért. Maradjunk annyiban, hogy több szónat látni, mint amennyi összesen volt itt. Hogyha most így bírjuk, akkor benne lesz, meg lesz a szémagod erre. Meg nekem mondjuk az azért a Ted Blackstar. Hogyha beadnod egy Ten Black Star-t, ez mekkora átlagja? Hát ez elég nagy boost lenne, ja. Hát, RNG carried lenne akkor. Eddig is az voltam szóval. Meg se lepődnék. Mondjál már meg. Meg egy orr kell. Hát tényleg ez az orr meg is lesz. Gym függ szóval. Hm? Nincs erre? Mondom RNG-től függ, hogy lesz-e utolsó orr. Ja, igen. De figyelj itt volna. Most miért nem? Jó, akkor húzom én ezeket. Sorry. Én csak azért. Szerintem, hogy így előzőleg is az alasót húztad. Ugye én tudok alkalmazkodni. Amúgy Vikuék van, mi lett? Elvasztak. Vagyok. Jó, oké. Van, amikor csak nem beszél. Viszont projekt élni a hordiság. Gondolkodom rajta helyet, de hogyha már így mondod, akkor elmehetek, nézhetem a kínai OnlyFans-t. Bocsát, a kommunista kínai OnlyFans-t nem kell érte fizet. Hát, de az milyen faszom. Jó, akár egy rocki cosplayer csal van rajta fönt, szerinted? Jó, de az mi? Mesélj nekem. Micsoda? Hát a kínai OnlyFans.
Most mondta, hogy igazából csak egy portó oldal. Nagyon quality. De mi az oldalnak a linkje? Itt volt, nem? Aha. Pillanat és küldöm, jó? Köszi. Spoonol boss. Kiérted ott felül ugye, hogy down lesz. Hogy mi a fasz. Annyi, hogy ki kell ismered az oldalt, hogy működik, mert hát nyilván ázsiaiul van, úgyhogy... Yep! Ázsiai alatt azt értem, itt hogy nem lesz. Tudom, hogy kínai vagy japán. De mehetünk tovább úgy ütni. Jó, addig vagyunk egy körtje. Hát, hogy kellene kéző. Nagyon fontos, hogyha látsz egy kis... látsz kettő fehér kis kockát a térképen meg ennek fel, abban a pillanatban alsz és leütni. Előszeretettel szeretnék amúgy ellopni a bosszokat. Menjünk biztosra. Mondó vagyok. Jobb lesz a kurva alcét. Egy ingőnek elég. Azt mondod? Jön egy időletől egy véget tőzni. És most hol a boss? Szerintem spoonol még le. Van egy ilyen érzésem, hogy kellnek éző. Igen, mobok kellenek. Van egy ilyen nagyon érzetem erre. És lehet, hogy meg kellett volna nézni, hogy hogyan működik a boss. Na minden. Nem, dehogy. Csak az amatőrök csinálnak, hogy grafikolunk. Még az a gond, hogy mi a faszom lennénk Guild szerveren, akkor lehet, hogy esetleg, hogyha jönnének az emberkék ide izézni, dobni, akkor esetleg lenne néhány jelentkező a Guildből, aki jönne segíteni. Na? Bizony van vele? Nem tudom. Szerintem jönni kell hozzá. Mondod. Várj. Megnézed, gyors? Kérdeztem a gédet, hogy hogyan működik ez a szar. Hát, ha valaki ír vissza. Hát, de amúgy van olyan géd, ahol 500 plusz DP-st kérnek. Mi a fasz? Mi a halál? Hova? Orpegie de PvP Franciaországos. Oké. Okay. Nem 400? Nem. 500 plusz hat... haló, azt miből rakott? Get the scroll? Kill the big guys. Oké. Okay. Ilyen nagyokat kell lőni akkor. Nagyokat? Igen. Hát gondolom azokat a hammeröseket. Kill the chunky guys. Kill the chunky guys az. Mikor átdobtál az oldalt? Aha, geci bozd meg hallod. Ember, ez kurvára nem lesz jó. Nézd fel.
Ne. De. Kettő player, az egyik egy summoner és geci wizard. Nagyon adom. Várj. Mire pluszol? Hm? Egy másik pluszol, te? Szerintem a bossra? Van egy ilyen érzésem. Bossra nem, a bossra kettő ember kap lootot. Mondod? Aha. Én hogy lenne esélyünk amúgy megverni őket, szóval. Három darab. Mennyien vannak itt? Nem, négyen. Ó, bazd meg. Kellett nekem ide jönni. Van, inkább elnyomom a PvP kaját. Jó? Maradjunk annyiban. Lehet, hogy jobban járunk. 4v2-zni akarunk. Az, hogyha bejön vagyok őket a bossra, akkor van esélye rá, hogy elveszik a izé. Na ember, most... Asszok, ugye? Jézusom, neki menjünk? Alá. Nekik menjünk? Ne, hagyja, nyom ki a izé PvP-t. Jó, van, mi így csak elütögetjük. Nem baj, akkor ütjük majd a boss-t. Gyere, üts a boss. Ember... Meghalt a boss, mire bele tudtam volna ütni. Ennyi volt? Ja, aha. Ennyi volt, nice. És tudtam bele ütni, hogy gyere le, mindegy. Édes Istenem, ezt kajak amúgy. Ennyien ide jöttek a bossra. Hát négyen itt voltak, bazd meg. Hát nem négy ember volt szerintem, én többet elmondtam négy, mert egy mag volt. Ja. Még. Hárman voltak ott, egy még jött oda hozzájuk. Embergeci, és elviszik az első bosszunkat. Honnan? Ezen túl Karfeon 6-on fogunk játszani most. Jó. Hát jönnek. Mi csinálsz? Hm? Mi átmentünk alfonatra még. Á, nem, mert ott voltak amúgy azért. Ja. Csak ezért értem GH-től, hogy elvitték. Pedig mekkora ment volna amúgy. Nekünk is így kéne amúgy csinálni. Bemegyünk random szerverre. Amikor látjuk, hogy leszpónoltatják, akkor oda megyünk szépen. Így 5-6-on. Hogy megjelentek egyébként, mivel a híjjelát? Én mint cigók az meg. Ha most oda a vas? Hol van a vas? Ezek a cigárnak. Én ezért Twitch-en cancel-oznak, hogyha azt mondom, hogy cigó. Aha. Most pazd meg ennyi, kész. Lesz ennek a Twitch karrier. Mondd azt, hogy gypsies. Ez ugyanazt jelenti, te állat. Tudom. Akkor is, mint aki pozdnak vasat láttak volna. Az ide teremtek Miskolcról hirtelen. Hát de konkrétan, hogy a testjéket is hozták. Igeci. De mi jót tud droppolni a boss, hogyha csak jönnek és elviszik.
gondolom nagyobb eséllyel ad egy X-szer, tehát így garantáltan ad egy X-szer. Ja, lehetséges. Mondom, azon túl mi is így leszünk. Megyünk, elvisszük másoknak a bosszat. Ó, kaptam egy demo nőrűn. Nice, nice. Sajna még nem. Ó, oh, na, boy. Forni. Valamire Vikvét forni mondtam. Mi van Vikvét? Hát figyelom, hogy ilyen... Motherfucker. 11 kátrás lootot össze tudunk szedni a műtjébe. Nekem annyira nem fog jönni, mert nem volt benyomva az elejét. Majd én is megnézem, hogy mennyi fog összesen összejönni. Ami ja, lehet, hogy ilyen... Szerintem a 10k-t megütjük simán amúgy, ami is, szerintem jól. És meg ezeket magamra hoztam a többit. Ó. Na nem akarnak jönni valami. Na jönnek. Mennyiket. Ó, érted? Én cigányok. Milyen gyorsan leütötték már a bosszba az őr? Jó, négyen voltak. Helyen. Ez a baj, én úgy emlékszem, hogy a legtöbbet sebző két fős parti kapja a lootot. Meglátták a vasat és vitték is. Yes, indeed. Minden ilyen gyorsan még a cigányok sem csinálnak ilyet. Na már. Nos, jó geci. De ilyen gyors lopást még nem láttam. Honnan jöttek amúgy, azt sem értem. Innét. Hát nem tudod, csak ilyen földből teremtek volna. Amúgy, ja. Ide teremtek és így ennyi. Szpónulatok. Na, pedig már készültem a PvP kajával, de hát esélyem se lett volna, szerintem. Na, hát négyen voltak, azt nem tudjuk megölni. Valószínűleg nem izék vannak, 250 AP-s emberek. Hát, amúgy egy orbot kaptunk. Jól látom. Na, figyelj meg, ki fog érni még egy. És el fogják azt is vinni. Fogadunk? Akkor lehet, hogy rájuk rontok. Hát figyelj, amúgy lehet, hogy lett volna még esélyünk egy kicsi, legalábbis. Az esélyt meg kell adni. Nem mondó vagyok. Hátom becsobódott egy kű. Holnap gyakorlati helyen elvileg Minecraft-ozni fogunk amúgy. Közösen. Na majd ifét egyetek, jó? Hát lokálhoz szomfunk játszani, szóval nem. Pedig ezért kommentem volna én is. Menj előre. Amúgy azon gondolkoztam, hogy nagyjából megvettem, amúgy szerintem minden olyan játékot meg akartam venni így mostanában. Talán még egy játék van, meg a Minecraft. Ebben nem akarnak jönni rendesen a mobok valamiért. Látom, szarok, mindegy. Bekapatják akkor a flaszt. Pedig rádagróztak. Nehéz, mert büdös csiskák most elindultak amúgy.
És az aztán a... érted? Már most jövök a templomból. Szerintem, hogy tovább folytatna a várján, meg kell dobnom azért megint full screenre a játékot. Oké, meg vagy. Szeretném, hogyha lágul a zene. Ezek zenét én is mondom. Ezek magamnak zenét mondom. Jó, van, rakjam. Egyszerűen mostanában BDO-ban nem tudok zene nélkül gramidolni. Nagyon szép és jó, hogy beszélgetek, csak így kell valami alapozolni. Hát én is a közel grind alapig egy potipiszt, ami vagy beszélgetek, vagy zenét hallgatok, vagy mindkettő. Hát szerintem amúgy ez úgy a legjobb. Szóval elmegyek ott a streamet nézni, én a mondó vagyok. Na, már csak 20 perc van vissza. Micsoda, te vagy sem, mint 20 perc, na? Én a mondó vagyok. Hogy? Nem. Nem fogsz elmenni a Jelenzébe. Légy szíves, nem azt mond. Most mi a baj? Szegény már kezdi megszokni. Inkább megszokni, nem megszokni. Figyelj, egész jó bírta tegnap a három műszakot, jó? Jézus. Amúgy van még egy orkunk. Jéj. Nem, amúgy én rájöttem. Azért... mert olyan, mint a valódi. Ez csak azért. Na, várjunk. Na, úgy még live volsz? Persze. olyan, mint a valódi, ha? Nem, bocsánat, igazad van. Jobb valódi. Mert tudom. That's what she said. Mit? Húzzad már, annyit rá magad húztak ezek a zsidók. Húzz meg, ezt csak én nem mondani, hogy... kurvára nem kéne ilyeneket mondani. Lehet nem fogsz egy pénzét kapni amúgy így. Itt sem, semmit se. Na mindegy, visszamegyünk zsizsukra annyi. Á, de nem hinném, hogy évente egyszerik áramkodásért. Valamint egy másfajok szídásáért. Mert én te húszad vál jobban elő. Elkülön nem kéne folyamatosan lúzolni amúgy a tempert, mondó vagyok. Mit? Temper. Hát a... nem higgadság. Mi temper? De, higgadság az van. Higgadság. Hú, fia vagyok, de nem annyira. Fia vagyok, de nem teljesen. Pontosan, nézzek le. Hú, ez meg majdnem kiadtam az embert is, most így hirtelen. Horni vagyok, de nem mindig. Horti. Milyen szó? Az embert is. A zsidó? Az mióta embert is. Hát nem ismered azt a South Park részt. Jaj, de megvan. Sajna. Egyik South Park, ez kurva jó szerintem. Fú, emlékszel még a World of Warcraft-os részre? Ja, azt láttam, meg a... nem láttam túl sok részt, de azt láttam, hogy... geci, hallod, azt mennyit néztük amúgy. Az amúgy az elég vicces rész. Az baromi jó volt. Én azt nagyon élveztem. Kár, hogy a Netflix-ről levették South Park-ot. Miért? Leve. Ja, hát túl izé volt. Túlságosan is olyan dolog volt benne, amit nem szabad. De ezek amúgy olyan sorozatok, ahol minden részben 6-szor dugjanak amúgy a tinik, azok amúgy teljesen valid, amúgy meg teljesen jó. Meg a Pornhub-nak a története. Ez amúgy annyira, azzal van bajom, hogy úgy néznek ki a mai tini sorozatok, hogy konkrétan 5 percenként basznak benne.
Hát figyelj, hát azért nem nézek ilyeneket én. És ha valamelyik részben nem volt szex, akkor ez szar rélix volt. De... Igen, kész. Nem tudom, én filmeket szoktam ott nézni. Ja, meg hogyha el... az azért a Formite-et. Ja. Igazából csak azt. Formite-ben még néhány filmet meg szoktam nézni. Mindjárt nyomad, megelégszem. Hogy volt a Deku? Hát, figyelj. That's what she said. Jövőre. Gyere ide. Jövőre megyek, egyetemre. Na tényleg, amúgy milyen egyetemre mész? 4 év múlva kijutok Japánba. Várj, itt egy gondban el kéne végezni az egyetemt. Figyelj, az fog lebegni a szemem előtt, hogy ki fogunk jutni Japánba. És nem részletezem, hogy mit fogok ott csinálni. Szerintem meg lesz a motivációm. Felelőbb a lányokat fogsz izélni, mint te. De csak a vonaton. Figyelj, volt egy japán miniszter, Shinzo Abe, amelyik mondta, hogy ő nem bánná, hogyha a japán fiatalok kicsit többen lennének. Kacsint. Ja, mondjuk szegényt megismerényelték, de... A lényeg az az, hogy azért Japán közéletben az ott beszélt téma, hogy amúgy kicsit talán lehetséges, hogy több hölgynek kéne termékenységet ellenőrizni. Nem, ez szarul jött ki, ez nem jó. De legalább volt. De érted, próbálj nagyon finoman közölni, hogy több gyerek kéne, geci. Várjál, hogy mondtam legutóbb? Várjál, megvan! Megvan! Elvetném magjaim kegyet termő földjében. Hoppá! Hogyan volt a rókás amúgy? Lennék róka kegyet tyúkólában. Édes Istenem, mit szerint. Tudod mit? Ráérek egy csajra ezzel, jó? Itt helyben, de... Figyelj! Amúgy most viccen kívül, én gondolkodom, hogy felregisztrálok Tinderre, úgyse lesz semmim, nagyon ritkán lesz találatom, akkor én ezzel fogok nyitni. Hát figyelj, amúgy most melyik a jobb? Ha azt írod egy lánynak, hogy szia, vagy ha azt tudod egy lánynak, hogy lennék róka egy tyúkolában, mindkettőre letilt a faszba, akkor legalább ír neki valami olyat, ami talán még vicces is néha. Mert a sziát azt... Hát most... Menjél, meg figyelj, hogyha parasztlány, akkor megmondaná, hogy a róka az kártékony, és az ő tyúkolak köszönő szépen megvan. Nagyon valid, életszerű szituáció. Ennyien. Még vannak parasztlányok. Nincsenek már. Nem, csak idióták. Én ma találkoztam egyen. Gyász, hogy engedté, faszom mob. Ravgura. Nem mivel találkoztam. Mellettem ült a KFC-ben. KFC-ben? És kapa volt a kezében? Nem, de megcsillogtatta a nagyvárosi falusi tudását. Na, mit mondod? És akcentusát, bocsánat. Mit mondod? Hát semmi... Nem? Hát semmi... a krumpliról beszéltünk, hogy a jobb a KFC-s krumpli, mint a Burger King-es. Meg mondtam, hogy a McKiss-nél meg mindkettő jobb. És így erre mondta, hogy a McKiss-t nem nehéz überelni. Meg utána nem tudom, még szóba jött az, hogy sós a krumpli, és nem azt mondta, hogy sós, hanem azt mondta, hogy sós. Sós? Sós a krumpli, jó! Igen. Az alföldi Mordorból jött. Mondtam neki, hogy ez egy városi, falusi vagy. Na, várjál azért egy pillanatot. Tehát én Veszprém megyében nőttem föl, de nem városban. Most Nyomorút Zalába lakom, de nem városban. Vagy hát relatíve kis. Akkor bazd meg magad.
De van a pesti, az megint egy külön kategória, meg van a kelet-magyar, az meg megint egy külön kategória. És akkor van a nyelvsz, igen, az is egy külön kategória. Igen, de ő siófoki, tehát... És nem azért mondta így, mert így szokás náluk, hanem azért mondta így, mert nem tudom, nem tudom, körbefordult a tarkójában a nyelve, nem tudom, mi történt. Ismerem amúgy legalább, aki ezt mondta? Vagy csak egy furra az emberre? Lillának hívják. Ja, értem. Saus? Saus Lilla? Saus. Saus Lilla. Jó van, hogy bazmi fáradt vagyok amúgy. Nem eszméletem fel. Valami nem áll jól egy lánynak, ha nagyon parasztos akcentusa van szerintem. Figyeljük, van kivétel, vagy hát van, amikor nem, mert például az Oti, ugye ő romániai magyar, neki ugye megint neki székely akcentusa van, de... De nem... Kell legyen akcentus, amit ő nagy fasza. És ez milyen igaz? Fair enough. Ez milyen igaz? De hogy az az akcentus, azra még azt tudom mondani, hogy valamikor még akár szexi is tud lenni. De amikor tényleg ez az ilyen igazi ektem. Azt a kúr, nem tudok rá mit mondani, érted? Tehát tényleg ez a sáús. A sáús. Nem beszéljen egy lánytól, elvárom, hogy legyen nőies, legyen igényes. Beszéljen szépen, mozogjon kecsesen, érted? Nőies. Semmi. Várjam, mit csináljon a kukimmal? Lemaradtam. Semmi. Kicsit haragdossanak. Igen, oké, megjegyeztelek. Kicsit, hogyha megharadtam, mit csinálsz? Hol vagy már megint? Hát mondom, hogy le kellett raknod. Ja. Sorry. Bayern, ne akart, hogy bemérjelek. Mit akarsz? Ne akart, hogy bemérjelek, aztán kapod a lolizátor sugarat. Adjuk egy helyet, hogy hol lakik. Do it? Jó, már nem tudom. Nem neked mondtam, hogy nem mondtam, hogy ja. Lelövi a rozizátorra. De akkor az enyém. Meg vannak az, meg a gyerekkori ruháid? Nincsenek meg gyerekkori ruháj. Akkor most már lesznek. Hát, az bar lesz majd. Akkor majd. Csupasztoló leszek. Hát, nekem az is jó. Nem lesz egy csupaszló, akkor rádadom a pulóveremet. Hát ki ez a gavallér, biztos, hogy nem akarom. Hát most gondolj bele, szürke volt eredetileg, lett belőle fehér, vikony a módra. Nem akarod itt a 20 évet esetleg? Nem, amúgy az jó lehet, hogyha ha odaadod a lánynak a húsát, hogy kaváltadat, mert fázik. Érted, azt soha büdös életben a film megtapasztalni ember. Ki? Te meg jó. Na, szintek leszünk örökre. Vikonya, ne nevessél, mert te is az leszel, nyugodj is el meg. Viszont én megtapasztaltam valamit, amit te nem. Lehet, hogy nem. Nem mondjad. Milyen az, hogyha egy lány adja oda a kabátját, hogy ne fázz? Az mondjuk eléggé kringész, ha lesz, így beszoktad most, nyomsz. És tudjatok megérzés, amikor... Én fáztam, ő meg nem. Én meg azt mondtam, hogy adnál ide, és a hátamra terítettem. Igen. És tudjatok, miért és amikor együtt aludsz a lányjal is menekül előled, mert nagyobb a testőd és melege van? Én annyit mondok neked, hogy egy idő után én már a földön aludtam. De remélhetőleg meg tudom. Szóval, Viku, én már egy idő után a földön aludtam, hogy legyünk annyiból jobb. Mi aludtál a földön? Fú, már megint majdnem elszóltam magamat, hogy nem a legszebb szóval. Szóval hát szegény hölgyem egy köcsög bálnak fogott már a végére. Oh. Egy szarérzés van, mikor elfekszi a karodat. Belefér, érted, hogy ezt szeret, akkor simul. Kétlem, amúgy a szarérzés lenne, de mindegy. Jó, érted, utána egy kicsit szarérzés, értem. Várja, Bayer, elfeküdjem a karodat? Elfeküdöd a karom. Jézusom, az akarom a karodat. Amúgy vicces, hogy el van feküdve a karom. Amúgy én szeretem, hogy
Ezért én szoktam vele kőpapírollózni, meg ilyen fasákra cselekvene. Baszki, nem tudom, hogy aludtam. Valamelyik reggel olyan szinten elaludtam a karomat. Nem tudom, hogy én általában nem volt még ilyen korábban, tehát az egyszeri eset volt, hogy teljesen aludtam. Így kelek föl, és felemelem a bal kezemet, semmi baj nincs. Egyébként nem emelem a jobb kezem. Mi a fasz? Oda nyúlok a jobb kezemhez, hogy rendben van, nem érzem, de megvan. Tehát még a testemhez van csatolva, tehát nem szakadt le félúton. Így megemelem, a hófehér, meg tök hideg. Mondom, ez nem jó. Olyan volt velem, hogy kerestem, hogy megvan, amíg a kezemben nem érzem. Szóval rendesen tudtam így lengetni, mert hogy így konkrétan nem éreztem semmit, vagy nem tudtam mozgatni. Mondom, én akkor mindig amúgy sírkedem, meg ilyen hülyeségeket csinálok vele, és röhögök, hogy mennyire szar. Nem tudom, figyó, most mondanám azt, hogy én akkor kicsapom vele, érted? Ki a horni? Na most ki a horni azt meg? Te. És gondolj bele, még mindig. Gondolj bele, jó? Képzeld el azt, hogy érted, ki akarod csapni, és ez mint hogyha más kezé. Más csinálnál neked, nem? Vegyél egy gyáncsodát. Nem tudom, Márti azt mondta, hogy ez nem igaz. Nem tudom, én sem próbáltam még, csak most itt este van, geci fáradt vagyok, és így eszembe jutott ez. Próbáld ki Angelát. Nem fogok Angelát venni, ember, nyugi. Pedig megéri. Annyira horny nem vagyok, mint te, jó? Így van. Hallottad? Fogok még egyet venni. Csarodtam, nyomsz is papontolgatja legyen. Majd nem mondtam valamit, de lehet nem kell már, hogy is hallazik a live-ban. Hallottad, hogy szóval. Leírom, mint a meddig van. Nekem írd le majd még. Én kíváncsi vagyok rá. Aki kíváncsi, hamar megöregszik. És tudom, mi van az öregekkel? Térfigyelő kamerák lesznek belőle. Ja, akkor mondom úgy, hogy mikor vegyél egy kétoldalú Angelát, és az egy lehet ketten is használni egyszerre. Amúgy ez hülyeség, mert egy sima Angelát is tudtak ketten használni, csak még szűkebb. Léci, ne, jó, Léci, könyörgöm, ne. Csak, shut up. Bár szerintem... Véletlenül mondtam úgy, ahogy mondtam, és próbáltam nem semmi részbe letenni. Mert szerintem örülök, az a helyzet, hogy buziság definíció szerintem az, hogy egy Angelát használtok ketten. Tök mindegy, hogy hány munkaterülete rendelkezik ebben munkadarab. Mervén. Munkavédelmi szabályzata szerintem ellent mond. Ez... Szigorúan nem leszek egymás személybe. Ennyi. És akkor nem de most ez alapján aztán tényleg jöhet a lolizátor, aztán a kőkövön nem marad. Hozom a pillanatragasztót, aztán a nyílcsebekbe fogom nyomni. Édes Istenem, de bárcsak ne szólaltál volna meg. Ó, hogy egyél meg az acskós hús szotyit. De nem hús szotyi, ez tök jó. Sós nem. A sáus, Szotyi. A sáus. Jó, oké. Hát nem igaz, hányszor ásítok még 5 perc alatt? Hát figyelj, ahányszor én. Mivel belehallatszódik, hogy elásítok, ezért te is elásítani fogsz utána, fogadunk. Hát. Jobb azok tényleg, kurvára fáradtak, érzem magad. Jaj. Te elásítottam utána. Ugye? Ez ilyen triggerelődés. Nem tudom, hogy mi a faszom. Nem, úgy hívják, hogy tükörne van. Vagy csak egy óra aludnunk kéne már. Nehogy, helyettek rány dolog, nem? Ezek a másik kölkök, hogy amúgy el lehet menni aludni. Kölkök, ne haragudj. Köszönjük, Emesőm. Közel egy idősek vagyunk.
Plusz-minusz 4. Ugye, akkor ezzel egyidősek vagyunk, mindig nem azt jelenti, hogy egyidősek vagyunk. De hogy nem? Csak jól kell nézni. De nincs köztük, plusz... akkor a különbség ilyeneket mondhass. Húzd el az azért a külsőket. Nem mindent a különbségnek tész. Előbb születtem, nagy esély előbb fogok meghalni, jó? Aha. Jó vicc, jó vicc, szabúj. Na, azt tervezem, hogy 30 éves ingyek, na. Én a 20. születésnapomra mondtam ezt. És valamint meg ünnepeltem a 23-ast is. Minek? Mert Kebir vett nekem egy minyont, meg 4 betűt a minyónokra, hogy meg tudja gyújtani a gyertyát, ilyen betű gyertyát vett. Annyi volt kiírva a minyonra, hogy fasz. Ez volt a 23. születésnapom. Fantasztikus élmény volt. Ja, hogyha 31 vagy 32 éves kor addig megmaradsz a Virgin amúgy, és egyedülálló, akkor varázsfog leszel. Igen, orrálról leszek, ha iszekájálok, tudom. Spontánja. Egy mi? Nem. Amúgy jó lesz varázslóként iszekájolni. Feltalálom azt a varázsigét, ahogy Olival változtatok mindenkit. Miért? Bazd meg, amúgy nem hiszem el, tehát hogy ez mekkora írói izé. Japán már kifogyott a rendes iszekályokból, érted? Már ilyeneket visznek animékre a mangákból, hogy a iszekály az a vending machine. Igen, a lófaszt.